Miután Magyarország az Európai Unió tagja, így hazánkból bárki alapíthat Ausztriában is vállalkozást, amennyiben büntetlen előéletű és az iparűzési előírásoknak eleget tud tenni, hangsúlyozta a fórumon az ABBA Invest in Austria képviselője. Az ABBA Invest az osztrák gazdasági minisztérium vállalati letelepedést segítő ügynöksége, ingyenes tanácsadást nyújtanak olyan érdeklődők számára, akik Ausztriában szeretnének céget alapítani. Válaszolnak például a telephellyel kapcsolatos kérdések, valamint információkkal szolgálnak a gazdasági székhelyről. A külföldi cégek betelepülésétől azt várjuk, hogy tovább lendítik az osztrák gazdaságot, különösen igaz ez a K plusz F, vagyis a kutatási és fejlesztési tevékenységekre, és azt is gondoljuk, hogy ezek a cégek osztrák munkavállalókat foglalkoztatnak majd. Mindenről a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában szervezett találkozón tájékozódhattak a gazdálkodó szervezetek képviselői. A kamara ugyanis fontosnak tartja, hogy az érdeklődők szakemberektől halljanak a külföldi cégalapítás lehetőségeiről, valamint ha valakinek már van az országhatáron túl vállalkozása, milyen jogszabályokat kell figyelembe vennie. Nagyon sok az érdeklődés, sajnos az olyan visszajelzésünk nincs, hogy az érdeklődésből mennyi üzlet köttetik és hányan indítják el. Folyamatosan küldünk ki külgazdasági kérdőveket, és felmérjük azt, hogy kinek van külföldi érdekeltsége, és úgy látjuk, hogy egyre többen próbálkoznak külföldön, hiszen a gazdasági helyzetből adódó problémákat úgy tudják áthidalni, hogyha minél szélesebb üzleti kapcsolatokat alakítanak ki, és határon túl is próbálkoznak, és ott indítanak vállalkozásokat. A Kereskedelmi és Iparkamara tervei között szerepel adatbázisának bővítése, amellyel azt lehetne nyomon követni, hogy a külföldön céget alapítók mennyire találták meg számításukat, mennyire sikeresek. Szakemberek tapasztalatai szerint Ausztria és Magyarország között a közös történelmi múltból fakadóan is jellemzőek a kölcsönös cégalapítások, a hazaiaknak pedig előnye, hogy könnyen tudnak kapcsolatot teremteni a nyugati szomszédunkban élőkkel.